Lakásában bujálkodik velünk. Már és mindezt azért, hogy egy úri ficsúr még egyel gazdagabb legyen, mint tegnap volt. Mármint a vezérigazgató. A vezérigazgató? De azok nem öregek? Ez nem öreg. Ez fiatal. És nagyon jó képű. Lehet. Mert mostanában minden lány sírva jön ki az irodájából. Sose láttad? Nehéz a pincéből ellátni odáig. Pedig biztos szép ember. Egy vezérigazgató az csak szép ember lehet. De az ide nem jár le. Ide le a postás jár. A postás az nem szép. A postásnak hiányzik elől egy foga, és nem igen mosakszik reggelente. És mivel más férfi ide nem jár, ezért vénlányok maradunk, havi fixel. Nincs is ennél szebb. Ki küldte az autót a lányomnak? Miért küldte? Ki volt az? És miért? Leánya. Kovács Vera kisasszony, ugyebár? Én vagyok. Persze, már emlékszem. Hát gratulálok, uram! Nagyon-nagyon szépen. Maga nekem gratuláljon! Hanem inkább magyarázza meg, hogy jutott a lányom ahhoz az autóhoz. A szerencse kiszámíthatatlan szeszélye folytál? Hogy? Tudnélik, a kisasszony, a kedves leánya a 10.000. vevő! Micsoda? Nem értem, kérem. A 10.000. vevő! Tudnélik, az üzlet alapításánál elhatároztuk, hogy a 10.000. vevőnek egy nagyon szép kocsit adunk ajándékba. A kisasszony, a kedves leánya ajándékba kapta tőlünk az autót. Szóval ő volt a 10.000. Pontosan! Ez igaz? Ne lássam többé a nagyságos urat, ha nem igaz. Hát akkor ez így egészen más. Szóval ő volt a 10.000. Hát ezt nem hiszem el. Hát ezt én sem. Nagyon, nagyon szépen köszönöm, hogy így megnyugtatok. Kérem. Jó napot! Hát még én. Megérkeztünk. A szomszéd utcában van a bank. Jobb, ha itt állunk meg. Hát mégiscsak feltűnő rendnek, nem igaz? Maga milyen remekül vezet. Én most elmennék akár a világ végére is. Kérem, boldogan! Tóth úr, csak tréfáltam. 8 óra van, nekem be kell menni a bankba. Isten vele, János. Viszontlátásra. Csak állam ezt talán, és a boldogság után már hol most a hár mered rám a valóság. 6 betű esszel kezdődik, nagyon édes. Szűcs! Halló, központi banktitkárság, tessék! Nem ébredek fel még. Nem ez egy igazgató úr, Rivéna? Könyörgöm volna én. Pestről? Hadd álmodjon tovább ezt a szép nocsolyát. Semmi körödes, édes vezérem. Nélkülözzük.
Igen, igen, azonnal jegyzem. Lesz autó, színezüst, erdők során. 200 pengő emelés? Repülünk a szívünk tavaszán. Igen, azonnal intézkedem. Aranyországút csillogó gyémánt borán. Alázatos szolgálja vezérigazgató úr. Repülünk a mesék kocsiján. Mondja, Hannus, van magánál egy bizonyos Kovács Vera nevű lány? Igen, Kovács Vera, telep előtt vettem fel. Csinos? Nem annyira, mint maga, de a stemplizéshez megfelel. Menjünk fel a tetőre. Jó, liftel. Jöjjön le. Igen. Le fog ülni. Folyas valami történt, ami példát a navam történetébe. Igen. A vezér személyesen emelte fel a fizetését 200 pengővel. Ha! Én mindig tudtam, hogy egyszer felismerik a képességeimet. Na szóval, magának van 800, nekem akkor most lesz 520, az összesen annyi, mint... Nem a maga fizetését emelte fel, hanem a Kovács Veráit. Mondja, Hannus, honnan ismerheti a vezér ezt a lányt? Annak is azt mondja, legyen férfi. A Kovács Verá meg a vezérigazgató, ami csak levük van, azt mind összeszülték. Honnan veszi ezt a baromságot? Üljön le! Le fog ülni! Ma reggel, mint rendesen bementem a kávéházba, hogy a szokásos kávémat két zsomlével megegyem. Nem, nem, azt hiszem tévedek, két kifli volt. Na mindegy. Szóval fizetni akarok, nem akarok tévedni, nem kávé volt, két pirítós volt, tejával. Hagyja már a reggelét, ne nagy, hogy milyen izgatott vagyok! Igen. Thank you.